Az elmúlt hetekben a feldolgozók mindössze 55 forintos áron kívánták felvásárolni a medgyet, azonban a termelők elfogadhatatlannak tartották ezt. Tiltakozásba kezdtek, napokon át nem kaptak gyümölcsöt a felvásárlók, miután a termelők úgy döntöttek, hogy az alacsony felvásárlási ár miatt inkább közintézményeknek, iskoláknak, óvodáknak adják a termést. Az eltökélt termelőknek sikerült megállapodásra jutniuk a felvásárlókkal, feldolgozókkal a 100 forintos kilónkénti árban, amellyel lényegében nullára jönnek ki a gazdálkodók. Pozitívan változott ez, meg sokan hét szereztek arról, hogy a 100 forintot, amikor bejelentettük, ma ez 110 forintra módosult a feldolgozó üzemekben. Inkább a nagy problémát most már a feldolgozók részéről jelentkezik azzal, hogy most szembesülünk azzal, hogy a 60-65 ezer tonna megy nem lesz meg, még talán most már a feldolgozók azt mondják, hogy inkább az 50 ezer tonnához lesz közelebb, és az első 10 nap, hogy azzal telt el, az egyezkedéssel telt el, bizony azt most már nem lehet bepótolni, és a feldolgozók alapanyaghiányba szenvednek. A hazai termés 83%-át a német piacra szállítjuk befőtt formájában. Így a problémát egyfelől elsősorban a német nagykereskedők piaci magatartása okozza, de a termékpálya más szereplői is hibásak a kialakult helyzetért. Én úgy gondolom, hogy a tavalyi évre gyorsan jött a válasz a másik oldalról, és most az a baj, hogy a kereskedők olyan indulata van most a termelők iránt, hogy épp arról beszélgettünk, hogy talán most egy kis szünetet kell hagyni, míg mind a két fél lecsillapodik, mert ilyen indulatok mellett nem lehet talán egy egészséges tárgyalást folytatni, de hogy mind a két fél figyelmeztetve lett, hogy az egymásra utaltság mennyire fontos, én úgy gondolom, hogy el kell kezdődni egy olyan alapos egyeztető tárgyalásnak, ahol mind a két fél nyugodt körülmények közt egy olyan megoldás született, aki mind a két félnek elfogadható. Rácz Imre szerint a tiltakozásnak köszönhetően jövőre már nem fordulhat elő az idén és az előző évben kialakult helyzet, mivel kiderült, az iparnak szüksége van a magyar megyre.